beírtam a nevedet, képzeld el, a Google-ba, és fényképek jöttek elő, Zsámbéki Gábor fényképei, és elsőként a saját arcképemet pillantottam. Természetesen az első években egy főiskolai vagy egyetemi rendező hallgatónak dolga az, hogy a saját magán kívül senkit ne becsüljön eléggé a világon. Olyan mélyen jellemző az öregkorra, hogy két közel 80 éves ember leül, és megbeszélik azt, hogy nem szabad elesni. Igen. Te ugye a színművészeti az már nem egyetem, hanem alapítvány. Így van. Akkor miért hívják SFL-nének? Miért nem SFO? Igen. Ugye, én is kérdezek néha. Nem, sőt. Jó. Sőt. Elkezdjük ezt a beszélgetést. Köszöntjük az itt megjelent, nagyon érdeklődőnek tűnő nézőinket. Megpróbálunk úgy beszélgetni, mintha nem lennének itt, de elképzelhető, hogy tudomást veszünk az itt létükről. Június óta tudjuk Gáborral, hogy Zsámbéki Gábor és én Máté Gábor vagyok, hogy tudjuk, hogy lesz ez az alkalom. Természetesen én magam valamelyest igyekeztem erre készülni, kétségbeesésemben természetesen, mert fogalmam sincs arról, hogy mire fogunk kiukadni, de beírtam a nevedet, képzeld el, a Google-ba, és fényképek jöttek elő, Zsámbéki Gábor fényképei, és elsőként a saját arcképemet pillantottam. Gondoltam, hogy ez egy jó moment, de te mondjuk mit szólsz ehhez, hogy ennyire hasonlítunk egymáshoz, hogy már összekeverednek. Én nem gondoltam semmit az egésznek a témájáról, vagy témáiról, de arról gondoltam valamit, hogy néha én is kérdezlek téged. És ha te ezt kérdezted, akkor én meg azt kérdezem, hogy korábban gondoltál-e valaha is arra, hogy te színházvezető légy vagy leszel? Hát voltak romantikus elképzeléseim. Tehát azt terveztem, hogy valahova fiatal emberekkel elmegyek, mondjuk valami faluhelyre, vagy valami olyan furcsa helyre, ahol lehet dolgozni. Tehát ezt gondoltam. Tehát ilyen értelemben valamilyen csoportvezetőnek szerettem volna képzelni magam, és képzeld el, volt is egy ember, Zsámbékon, amikor elkezdtünk dolgozni a volt osztályommal, akkor ott volt egy vendéglős, a Lámpásnak a vezetője, és képzeld el, hogy nagyon jól ment ez a vendéglő, olyannyira, hogyha persze mi is, ugye, amikor ott voltunk két hétig, akkor rendszeresen oda jártunk, tehát megismert minket, premier ajándékot adott nekünk, mindenki kapott egy üvegbort, stb., és nagyon jól ment neki. És megnyitotta a Pesti Lámpást, itt az Irányi és a Károlyi Mihály utca sarkán. Ez volt a neve, hogy Régi Lámpás. Arra meghívott engem is, és ott odahívott magához, és azt mondta, hogy neki most nagyon sok pénze van, és azt szeretné, hogy a volt osztályommal én oda rendszeresen lemenjek, és ott dolgozhatnék, és ő ezt finanszírozza, úgy, ahogy van, teljes egészében. Hát mondhatom, hogy rendkívül boldog voltam, és képzeld el, aznap hajnalban hazafele erről a megnyitóról fiát hátraültetve a hatalmas GPA-be elszállt az országúton. Szörnyet haltak mind a ketten. Tehát mondjuk ez egy tragikus dolog, de volt ilyen, hát vágyam, vagy hát fiatal koromban persze azt gondoltam, hogy én egy rendkívül jó színháznak leszek a vezetője. Nem így igazgató, mint ahogy most, mert ez nem hasonlít arra csöppet sem, de valami ilyesmire azért gondoltam, de hát ez lett belőle, sajnos. De ezt gondoltad, vagy inkább azért kérdezted, mert azt gondoltad, hogy úgy sem? Kérdés inkább arra vonatkozott, hogy egy ilyen állami színház, hogy intézmény vezetője, arra az ember valaha vágyott-e? Nem. Igen. Határozottan. Egyetértek. De te végül is olyan voltál, vagy legalább 41 évig, vagy hány, ugye körülbelül 40-valahány évig voltál folyamatosan
Igaz? Hát lehet mondani, hogy folyamatosan. Talán a nemzeti időszak, amikor fölöttetek volt valaki, vagy lett valaki, nem is egy, hanem később más is, azért lényegében te megszoktad, nem? Valamelyest. Egészen fiatalon Kaposvárot, hiszen én ott kezdtem az iskola után. A színház akkori igazgatója az megkérdezte, hogy nem akarod a válladat az enyémnek vetni? Emlékszem, hogy nagyon nagy kínban voltam, hogy ebből hogy lehet kibújni. Én őt egyáltalán nem tartottam jó szakembernek, és biztos volt, hogy nem akarom ma vállamat az övének vetni. Én már nem emlékszem, valahogyan azért kievickéltem ebből. Aztán később, amikor új igazgató lett, akit akkor még nem is ismertem, akkor megkérdeztek, azt hiszem a minisztérium, hogy mondták, hogy lennék én a főrendező, amitől annyira megrémültem, hogy elszaladtam a Nádasdihoz, akivel egyébként az iskola után nem tartottam egy állandó folyamatos kapcsolatot, de itt a rémület miatt megkerestem, és elújságoltam neki, hogy a szabadságomat el akarják rabolni, és mit tanácsol. És azt mondta, hogy maga apatípus. És ezzel eldőlt, akkor vállaltam el. És aztán nagyon jól jártam, mert egy remek ember jött igazgatónak. Beteg ember volt, úgyhogy kevés ideig csinálta, pompásan tudtunk együtt dolgozni. De azért igazából mindig ijesztően hatott rám egy ilyen feladat, és én már a katonában voltam, amikor erős vágyat éreztem azzal, arra, hogy egy főiskolás osztályommal elmenjek valahol indítani egy újat. Igen. Az összes ilyen típusú gondolatnál az ember csak a jelen helyzetet veszi figyelembe, és nem gondol arra, hogy aztán mi hova csavarodik. Azt, amikor egy osztály a színművészetén nagyon jól van egymással, és ez gyakran így van két éven keresztül, a harmadik évben ez repedezik, de bizonyos osztályoknál megmarad valami a végéig, és akkor szeretnének ők együtt menni valahova, és színházat csinálni. És ezt mindig derűsen és nagyon pártolólag hallgatja az ember, holott tudja, hogy ezek nagyon rövid életűek. Akkor beleszól a magánélet, valahol jönnek a gyerekek, valaki mégis kapna olyan munkát, ami nagy pénzzel jár, és akkor ő elszakad a csoporttól. Egy szóval, hogy ezek álmok, nagyon rokon szenved, szerethető álmok, és nem szoktak, legalábbis hosszú távon nem tudnak megvalósulni. Igen. De az, hogy neked a Nádasdi ezt mondta, ez azt jelenti, hogy nagyon szépen beszélsz róla minden alkalommal, tehát nem lehet rajta kapni téged, hogy bármikor is valami rosszat mondanál, vagy gondolnál Nádasdiról. De ez azt jelenti, hogy te esetleg egy kedvenc tanítványa volt, vagy volt kedvence a Nádasdinak? Vagy... Ó, annál ő sokkal jobb volt, nem mutatta ki. Uh-huh. Ha volt is, nem mutatta ki. Uh-huh. Hát, hogy ne beszélnék így róla? Természetesen az első években egy főiskolai vagy egyetemi rendező hallgatónak dolga az, hogy a saját magán kívül senkit ne becsüljön eléggé a világon. És természetesen én is ilyen voltam. De hát, ahogy mentek az évek, azt nem lehet mondani, hogy ne lehetett volna az első pillanattól érezni, hogy nagyon jelentős személyiséggel állunk szemben. Ez érdekes, amit mondasz, mert minket is tanított a Nádasdi, egy héten egyszer jött be, magyar zene és irodalom kapcsolata, ez volt a tantárgyának a címe. Káprázatos órákat tartott, és hát tényleg, ugye főleg Kodály, Ady Endre, Puccini, Reinitz Béla, ezek voltak a mániái akkor.
De néha bejött, volt ilyen zenés vizsga, tulajdonképpen állítólag akkor egyáltalán az ő kedvéért teremtődtek meg ezek a sanzon éneklési évente, vagy fél évente az osztályoknak kellett sanzonokat énekelni, és egyszer-egyszerű bejött, és instruált néhány ember. De érdekes módon, én kifejezetten úgy éreztem, hogy akkor jelzi, hogy kik a kedvencei. Például hozzám nem szólt. De egyáltalán nem, tehát, de a Bezerédi a kedvence volt. Képzeld el, hogy azt lehetett látni, amikor a Bezerédi fölmegy, az izgatta ez az ember, és instruálta órákig, és ott ült az egész osztály, majd kiment. Tehát nagyjából ez nehéz úgy értelmezni, hogy mindenkivel egyformán bánik. És a Zoli valamelyik héten, vagy egy hónap, pár hónappal ezelőtt mesélte, hogy ő rendszeresen járt a Nádasdihoz. Tehát decibálta az irodájába, és instruálta. És külön átvett vele különböző anyagokat, és instruálta. Szóval lehet, hogy rendezőkkel így bánt, de azért a színészek között ezt azért lehetett érezni. De mindegy, ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy az hirtelen felrém lett a Nádasdi kapcsán, hogy így beszélsz róla, hogy később is, vagy legalábbis a kulturális újságírás, vagy a színházi újságírás történetében föllelhetők azok az elemek, amikor azokat a rendezőket, akik akkor ti voltatok, tehát ez, hogy mondjam, talán egy csoportba lehetett kezelni, igyekeztek, vagy lehet, hogy ez ténylegesen így volt, a régi budapesti színházi rendezőkkel hát szembeállítani, vagy ti magatok is valamelyes nyilván esztétikai értelemben, vagy színházi modell szempontjából nyilván szemben álltatok, igaz? Ez talán lehet mondani. És amikor az Ádám Otto nyugdíjba ment, vagy hát már hírét lehetett venni, hogy hát idősödik, vagy hogy mondjam, akkor te megkerested őt. Úgy emlékszem. Erre jól emlékszem? Igen, igen. Soha nem voltunk mi semmiféle harcias viszonyban, az csak a magyar kritika vagy színházi újságírás terepén volt, hogy állandóan mint két irányzat alakjait állítottak szembe minket. Sem ő nem nyilatkozott soha semmi rosszat rólam, én sem, nem is volt okom rá. De igen, természetesen azt nem éreztük már, nem csak én, hanem mások sem korszerűnek azt a Madách Színházat, ami valamikor kiváló volt, de túl volt a fénykorán, csak még olyan alakokból állt a társulata, Mensárosból, Tolnaiból, Pécsi Sándorból, stb. Gábor Miklósból, hogy továbbra is élvezte a közönség szeretetét. Nem, én akkor kerestem meg őt, amikor azt hallottam, hogy el kellett adnia a Szentendrei nyaralóját, és akkor azt gondoltam, hogy ez piszokság, hogy egy ennyire fontos alakja a magyar színházi életnek úgy végezze, hogy gazdasági megszorításokkal kell élnie, és akkor megkerestem őt, és még azt is kérdeztem, hogy valami tanácsadói állás a katonában segítene, vagy rendkívül nobilisan visszautasította a dolgot, de valahogy onnantól kezdve időnként találkoztunk és beszélgettünk, szerencsémre, mert sok emlékezetes van ezekből a beszélgetésekből. Az egyik talán most, hogy a megöregedve én is teljesen természetesen küzdök bizonyos testi bajokkal. Egyszer nem hívtam őt, vagy nem találkoztunk, és akkor azt hallottam, hogy otthon elesett, és eltörte a vállát, és hogy ezért most nincsen, nem kommunikál. Aztán egy idő múlva mégis találkoztunk, és akkor én kérdeztem, hogy a rendbe jött-e, és mondta, hogy igen, egy buta történet, éjjel otthon felkelt és elesett. Pedig mondta, megbeszéltük a feleségemmel, hogy nem szabad elesni. És erre mindig úgy gondolok, mint ami olyan mélyen jellemző az öregkorra, hogy két közel 80 éves ember leül, és megbeszélik azt, hogy nem szabad elesni. Igen. Azt talán, mint a
szimbóluma lenne. Aztán persze úgy is elesik az ember. Igen. Nem, az Ádámmal ez volt. Hanem ez a generációs különbség, és ez érdekel is, hogy te mit gondolsz róla. Én magam onnan oda jutottam, hogy a más tekintünk realitásnak. Tehát az, hogy a színház dolga az, hogy felmutassa a körülötte lévő valóságot, ez a híres tükröt tartani. Igen, de mi az, amit valóságnak gondolunk? Az erős különbségek ott vannak. Ezek majdnem mindig abban mutatkoznak, hogy mi elkenősnek, puhának, esetenként akár gyávának gondoljuk a korábbi nemzedék munkáját, mert ezzel szemben mi egy élesebb, kegyetlenebb, szakadékokkal telibb valóságot látunk, és azt gondoljuk, hogy ennek a bemutatása van megkerülve. Ez látszólag egyszerűnek látszik, és mégsem egyszerű. Azért nem egyszerű, mert a fiatal nemzedék egy szűkebb szakaszról gondolja, hogy az a valóság, arról a szakaszról, ami körülötte van, és azt könnyen meg lehet, hogy élesebben is látja. Az idősebbek meg egy nagyobb időszakaszt vizsgálhatnak, és ezért talán a miből mi lesz, az fontosabb kérdés mutatkozik abban, hogy azt a valóságot, amire mi gondolunk, bemutassuk. Hát ilyen. A miből mi lesz, az konkrétabban tudod mondani, hogy tehát egy adott műből? Nem. Mit? Nem. Egy emberből, az ország állapotából, a körülményeinkből. Világos. Mások a veszélyek, mások a jelenségek. Igen. Egy szóval mi azt tudjuk mondani, hogy igen, most ezt gondolja. Mondjam, hogy mit fog gondolni 30 év múlva, ha még gondol valamit? Igen. Ők meg azt gondolhatják jogosan, hogy nem, el van az egész kenve, nem igazán szembesül azzal, ami körülötte van. Igen, de ennek te mondjuk eléggé próbáltál ellene menni, hiszen vannak olyan liblingjeid, vagy voltak, vagy úgy látszottak, hogy vannak fiatalabb korosztályokból, akár a Schillingre gondolok, vagy a Bodó Viktorra gondolok, akkor az olyan volt, hogy te ennek elé akartál menni, vagy egyszerűen olyan gáláns gesztust akartál gyakorolni? Vagy nem, nagyon tehetségeseknek láttam. És ez elég neked, volt akkor. Azt gondolom, hogy azt segíteni kell. De azért sejtetted, hogy mi lesz ebből, nem? Nem, Schillingnél egyáltalán nem sejtettem. A Bódóval meg mind a mai napig azt tudom, viszonylag persze. Sűrű kapcsolatban vagyok, és látom a munkáit néha, kint csináltakat is. Tehát ilyen értelemben ez azért árnyalódik valamelyest, lebontva tehetségekre, vagy személyekre, vagy fajtaságokra, Nem azt gondolom, hogy az előttünk járó nemzedék nagyjai, azok kifejezetten el akarták volna nyomni a fiatal tehetségeket. Ezt egyáltalán nem gondolom. Az előbb említett egzisztenciális veszély mértékét, azt egyszerűen ma már nehéz megítélni. Sokat megélhetünk abból, hogy a színházvezetés az milyen veszélyeket, kacskaringókat rejt magában. Egyáltalán az a vágy, hogy megmentsd a színházadat. De az ő vágyuk arra, hogy megmentsék és fönntartsák a színházukat, az ország egy sokkal veszélyesebb helyzetben történt, mint most. Az előző generációra igen, gondolsz. Igen. 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 Tehát, hogy őket mikor nyírják ki politikai okokból, az veszélyesebb volt a mainál. Most se veszélytelen, jól tudjuk, legkevésbé se veszélytelen. De ez az ő folyamatos
nagyon érzékelhető egzisztenciális félelmük, ez ennek volt köszönhető. Igen. Én amikor ilyesmikről gondolkodom, akkor mindig egy kicsit más dolgok kerülnek a fejemben előtérbe, hogy elkezdem magamat vizsgálni, hogy vajon nem üldözési mánia az már, ami bennem kialakul, amitől én valamit elkezdek vagy úgy látni, vagy úgy olvasni. De az nem egy elkerülhetetlen betegség. Épp ezt akartam tőled kérdezni, hogy nálad emlékszel arra a pillanatra, amikor ez kialakult? Vagy ez alattomosan kúszik? Arra emlékszem, hogy azt éreztem, hogy nagyon résen kell lenni. Hogy ki mond, csinál egy olyat. Ez persze főleg, hogyha hivatalos emberekkel találkoztam, amiből aztán vádpont, támadás, ilyesmi tud lenni. De meg is történt ilyen az életedben, a regnálásod alatt, hogy így fogalmazzak? Inkább mulatságos történeteket tudok mesélni. Az egyik mulatságos történet az, hogy amikor a Fedónak ezt a Ma hülyéje címmel játszott, eredeti címén Le Dandon, ezt a darabját gondoltam, hogy érdemes Kaposvárat megcsinálni. Elsősorban azért, mert szakmailag ilyen típusú feladattal nem találkozott a kaposvári társulat, és azt gondoltam, hogy nagyon hasznos lenne, hogyha ott más követelmények vannak, ezt te jól tudod, mert csináltál ilyeneket. És nem engedte a minisztérium. Egy pillanatig nem lehetett érteni, hogy egy Fedó darabot miért nem engednek. Azért, mert attól féltek, hogy abból a látszólag ártalmatlan dologból mi valami politikai ágyúlövésre készülünk. Igen. Ez az az időszak volt, amikor a Tóth Dezső miniszterhelyettes kitalálta a rárendezés fogalmát. Így nevezte el azt, amikor kiderül, hogy egy mindenki által tisztelt klasszikus mű előadásában mégis valami politikai gyúanyag lehet. Igen. Erre, és ez akár egy folytonos szorongást keltett bennük. Ezért aztán nem engedték Fedót, vagy mondjuk amikor először csináltam a Vörös Oktopuszát, vagy Szent Györgyét, ez Kaposvárot volt, akkor azt ott lehetett játszani, és Pestre nem lehetett vele jönni. Tehát amikor Kaposváros stúdiót indítottunk, akkor az volt a terv, hogy az első előadás a város mindennapjairól, gondjairól fog szólni. Ezt a helyi párbizottság nem engedélyezte. Jó, ennekkel folyton szembesültünk. Végül is te már nem találkozol azzal, hogy be kell adni ősszel a műsortervet, és az soha nem ment. Én nem emlékszem olyan évadra, ahol minden bemutatásra kerülhetett volna abból, amit az ember beadott, és az is jellemző, hogy nem lehet találni erről papírokat, mert nem papíron történt, telefonokon történt, tanácsokban történt, néha hatalmas minisztériumi letolásokban történt. Emlékszem ilyenekre, hogy összehívták az igazgatókat, és akkor még ott voltak a pesti nagyszínházak híres igazgatói, tehát Várkonyi Ádámot, és így tovább, és Tóth Dezső miniszterhelyettes örjöngött, és tolt le mindannyiunkat iszonyatosan, mondván, hogy képzeljük, hogy 5 színház adott be Rozsák darabot következő évi műsortervében. De ez vagy ilyenben, vagy telefonokban, vagy tanácsokban, hogy azt ők nagyon nem javasolják, hogy a fene tudja. Igen. Aztán ez fokozatosan megváltozott, hiszen még először az Übűt is betiltották itt a Katonában. Azt is csak úgy sikerült valahogy elintézni, hogy mégis menjen. De még akkor is bizonyos mondatokat a premier után kihúzattak. Tehát azt megnézte, akkor valaki vagy valakik, és akkor közölték, hogy mik nem hangozhatnak el. Igen. Ez is mulatságos, óhatatlan, mert az egyik mondat például az volt, hogy az übű álmából felébredve azt mondja, hogy csak ne látnék mindenütt oroszt. Igen.
És hát igen, akkor még itt voltak, igen, az orosz, igen, csapatok. Igen. Ezt ki kellett húzni, legalább 6 évig nem is mondtuk el. Aztán azt gondoltuk, hogy most már nem ellenőrzi ezt senki, és akkor, igen, megint. Igen. De ez egy nagyon jellemző történet, én ezzel igazából kétszer találkoztam, egyrészt még a főiskolán, hogy Simon Zsuzsa maga, ugye, aki hát egy nagyon bonyolult életpályát mondhatott magáénak, hogy finoman fogalmazzak, ő úgy döntött, hogy a ketten, a Bezerédi Zoli és én játsszuk el Mrozsek emigránsok című darabját. És akkor a Várkonyi Már kórházban volt, ő volt akkor a rektor, a főiskola rektora, és nem tudom, hogy a maga Simon Zsuzsa, vagy esetleg Vadász elvtárs, vagy valami, vagy Tiszeker elvtárs ment a Várkonyihoz a kórházba, és mondta, hogy a Simon Zsuzsa osztályban a Mrozsek emigránsok menne a következő évben, és nem engedte. Tehát ő maga ez szinte a halálos ágyán azt mondta, hogy nem. Nem lehetett játszani. Mert tudta, hogy mi lehet. Persze, nyilván én nem őt akarom ezzel, persze, hanem nem, a helyzetet. Nem azt jelenti, hogy neki volt baja. Nem, hát az nyilvánvaló, persze. Azt jelenti, hogy tudta, hogy egy ilyenből mit tud keveredni. Így van, és nyilván a főiskolának így erre nem volt akkor. Így töltötte az életét. Így van, így van. És hát ez az a híres kommunista főiskola, amiről ma annyit cikkeznek egyesek. A másik ilyen történet az az volt, hogy a Boglár Lellei kápolna előtt a Kaposvári Színház elkezdett játszani, akkor a Babarci a Mészárszék, Mrozsek Mészárszék című darabját akarta megrendezni. És arra mi, még főiskolások, Básti Júli, Bezerédi meg én, de talán még az Eperjes is, mentünk le, emlékszem, hogy Júlival egy kocsival mentünk, a kocsijának a hátsó ülésén ott volt a példány, a Mészárszék. Mire leértünk Boglár Lellére, addigra kiderült, hogy Ivo Bresán Paraszt Hamlet című darabját fogjuk játszani. Tehát gyakorlatilag nem tudom, hogy ez hány óra alatt történt, de ez biztos, hogy így volt. Egyébként csodálatos két szerepet játszottunk a Julival darabban, és hát hatalmas sikere volt. A Babarci 10 nap alatt megrendezte. Szerintem az egyik legjobb munkája volt, szóval egy egészen remek előadás született belőle, de teljesen jellemző, azt hiszem, a kor. 80 éves lesz 2 nap múlva. Ja. Marci. Igen. Igen, hát nagyon különleges képességekkel vezette a Kaposvári Színházat. Akkor te, mint Nemzeti Színházban lévő művész, rendező, hogy tekintettél az akkori Kaposvári Színházra, egy drukkereként, vagy harcos társként? Vagy hogy... Te mind a kettő. Ha tökéletesen naív voltam. Az nem azért, mint hogyha kiéleződött volna a Babarci vezette katona, és mi közöttünk egyáltalán nem. Kaposvár és mi közöttünk, hanem mert azt gondoltam, hogy a kaposvári szellemiség fog tovább terjedni. A szellemiség alatt én egyáltalán nem ideológiát értek, hanem sokkal inkább munkamódszert, munkamennyiséget, ízlést, és így tovább, bizonyos színházi elveket. Ez a legkevésbé sem következett be. De soha. Ennek egy elég erős példája van, hogy én azt gondoltam, hogy Kaposváról jöttek el időnként jelentős színészek, és azt gondoltam, hogy én onnan nem hívok el senkit, nem csábítunk senkit. Ha eljön, akkor azt fogom neki tanácsolni, hogy legjobb, ha a katonába jön. És így jött ide a Básti, vagy így jöttek mások is. Téged meg a Székely hívott. És akkor én mondtam neki, hogy én ebben semmilyen módon nem veszek részt, mert azt éreztem, hogy ez a Kaposvári Színház megszegényítése. Úgyhogy abban, hogy te ide kerültél, abban nekem az ég egy világon semmi szerepem nincsen. Aztán a későbbiekben... Igen. Máshogy alakul. Igen, ki gondolná. Persze, hát én ezt nem tudtam, mert sejteni sejtettem, hiszen úgy váltak az események. Ezzel együtt én veled írtam alá a szerződésemet, tehát akkor erre kényszerültél a Székely, nem tudom, hol lehetett. Jó, nem azt jelenti, hogy tudom, azt mondtam, hogy őt tett. Nem. De szerintem ez így szép egyébként. Talán érdemes arról beszélnünk, hogyha ennyi időt nem fogunk tudni, hogy mit jelentett nekünk Kaposvár. Teljesen más időszakban voltunk ott, érte azután, hogy én eljöttem.
Igen. És valószínűleg mégis mind a kettőnkben a legnagyobb rögződések és a legfontosabb elvek és színházi gondolkodás kialakulása az Kaposvárhoz köthető. Igen. Igen, bennem, hogyha elégedetlenség van a katonával kapcsolatban, az mindig vissza tudom vezetni a kaposvári munka morálra, vagy munka módszerre, vagy ott létre, minden alkalommal. De gyakorlatilag 87 óta ez így van, tehát pedig elég sok idő eltelt azóta. De tudod, hogy ez hogy alakult ki bennem, és ez neked szerintem még soha nem mondtam, de már egy-két helyen elmeséltem, hogy én ugye édesanyám a Madách Színházban volt jegyszedő. 67-től 70, nem tudom meddig, vagy 60, valahogy így. Nem, korábban 65-től, vagy valahogy így. És hát jelentős, szép előadásokat láttam, tehát akkor még a Madách elég magasan volt, és hát nagyszerű színészek, stb. Tehát valóban én jártam oda, anyám beültetett, ugye ingyen nézhettem, és amikor ő megengedte, vagy úgy gondolta, hogy ha nekem való, tehát azt jelenti, hogy nem volt benne csúnya szó, akkor nézhettem az előadást. És elég sok előadást láttam, és jelentős előadásokat is láttam. És tehát tulajdonképpen abban a teremben, ami a Madách Színház volt, én azt megszoktam, és jó színháznak láttam. Utána aztán már a későbbi években, tehát 70-es évek közepén már nem nagyon jártam oda. Viszont én akkor már amatőr színésznek nevezhettem magam, elterjedt, hogy a te előadásod az, ahogy tetszik, jön föl Budapestre. És a Madách Színházban játszottátok, és a nagy érdeklődésre való tekintettel nem csak este 7-kor, hanem 10:30-kor, vagy 10 óta második előadás. És akkor elterjedt a ilyen amatőr színházi körökben, hogy ezt meg kell nézni. Úgyhogy én ugyanabban az épületben, ugyanazon a színpadon láttam a te, ahogy tetszik, rendezésedet. És hát hogy mondjam, hogy ne tűnjön kellemetlenül hizelgőnek, hogy hát revelatív volt számomra, hogy ugyanott látok, és az nagyon kiabáló volt ez a különbség, amit ugyan nagyon jó előadásokat láttam addig, de hirtelen ott láttam valami gyökeresen mást, ami minden ízében más volt, máshogy láthatom, máshogy gondolkodott a színházról, másfajta színészet volt, másfajta színház. És hát emlékszem arra a felhevült boldogságra, ahogy kijöttünk akkor, amatőr színészek kijöttünk az előadásról, és akkor ez gyakorlatilag tulajdonképpen az egész színházról való, hát nem gondolkodásomat, inkább nézésemet, hogy úgy mondjam, teljesen megváltoztatta. Tehát én nekem innentől kezdve van a Kaposvár, a te, ahogy tetszik, előadásodtól kezdve. És aztán utána bekerültem a főiskolára, és a főiskolán mindig mentünk, amikor ti játszottatok, vagy akkor még azt lehet mondani, hogy ti, mert az később volt, amikor följöttetek. Tehát még volt 2 évem, hogy főiskolásként nézhettem kaposvári előadásokat. És akkor láttuk az Állami Áruházat, amit egyébként én egy rendőr segítségével tudtam megnézni. Ott tolták el az embereket a bejárattól, mert ilyen tumultuózus jelenet volt, már tele volt a színház, és még akartunk sokan bemenni, és az egyik rendőr rendesen elkezdte ütni az embereket, akik arra jártak, és én meg oda mentem hozzá, éppen valamelyest emelte a gumibotját, és azt mondta neki, hogy jó estét kívánok, én a Színház és Művészeti Főiskoláról jöttem, szeretném megnézni, és beengedett. Tehát annyira váratlanul érte, hogy így tudtam bemenni és megnézni az előadást. De mindegy, de a Kaposvár nekem az volt a csúcs. Tehát az, hogy oda kerüljek, az egyáltalán nem is jött szóba. Aztán főiskolásként jártunk Szolnokra, néztük a Székely Gábor előadásait, és akkor tulajdonképpen én úgy éreztem, hogy én a Székely Színházába bekerülhetnék. De nem azért, mert hogy mondjam, rosszabb színháznak éreztem, hanem azért, mert úgy éreztem, hogy nem annyira kiegyensúlyozott a művészi felhozatal. Tehát rendezőkben, talán színészekben sem annyira, mint amennyire kaposváriakat láttam. És tulajdonképpen attól bátorodtam föl, hogy te és a Székely följöttetek a Nemzetibe, és ott lett egy üres hely, és miután nem egy, hanem több, ugye, mert többen mentünk, és akkor a Babarcit kértem meg, hogy mit szólna ahhoz, hogyha mi párral lemennénk. Az egy remek húzása volt a Lacinak, hogy azt az osztályt bevitte. Igen. Ha emlegeted az éjszakai, ahogy tetsziket,
az nekem több okból is egy erős élmény, mert sok szakmai volt a nézőtéren érezhetően, de ha emlegettem kaposári szellemiséget, akkor annak talán egy példája az, hogy az első rész utolsó képébe egy jelenet az Ardenni erdőkbe, abba bementünk az Asher, a Barci, Power, meg én. Emlékszem. Mert ott énekeltek a szereplők egy dalt, és mi meg blokkflőtén kísértük, mi négyen. Talán ez Kaposvár jellemzője volt, hogy nem vívtak a rendezők egymással egy olyan harcot, ami szokásos, és aminek néha egészen borzalmas példáit láttam külföldön is, hogy állnak föl csapatok egy rendező körül, és egy színésznek a másikkal dolgozni, az azt jelenti, hogy elárulta ezt a csapatot, stb. Hogy nem, mindannyiunknak fontos volt, hogy a másiknak mennél jobban sikerüljön, igen, az egész színház miatt. Igen, igen. Hát az állami áruház, az meg a színpadon voltam kezdés előtt. Akkor már másztak be a földszinti öltözők, színészöltözők ablakán kívülről nézők, és már fél óra eltelt, és még mindig nem kezdődött el. De akkor már tényleg úgy nézett ki, hogy el kéne és el lehet kezdeni. És akkor észrevettem, hogy egy láb, így hívják azokat a színpadi függönyöket, amik ha össze vannak tekerve, akkor egy ilyen fekete láb valahogy túl vastag. Szóltam, hogy tekerjék ki, volt benne egy ember. Mit látsz most mostanában nem kérdeznek téged ilyesmiről, hogy mit látsz a mostani színházi helyzetben? Mit látsz, hogy mondjam, ilyen modellértékűnek, vagy legalábbis olyannak, ami valami tanulsággal járna, vagy milyennek látott a mostani, nem is a magyar színházi életet, hanem az életen belüli megnyilatkozásokat. Annyi minden történt mostanában, ami mind a színházat gyalázza, tulajdonképpen általában mondom. Tehát borzalmas események történtek, amikre valamilyen módon a szakma belülről is reagált, és a külső nyomás is. Te ugye a színművészeti az már nem egyetem, hanem alapítvány. Így van. Akkor miért hívják SFL-nének? Miért nem SFA? Igen. Nem úgy kéne hívni? De úgy kéne. Úgy kéne hívni. Igen. Nem tudok erre válaszolni. A riasztónak tartom, egy nagyon szomorú korszaknak, ami nem azt jelenti, hogy ne lennének benne tehetséges alkotók, néha remek előadások, ezek vannak. Az egész korszakot azt mély repülésnek tartom. És ennek sok oka van. Elsősorban nem a színháziak okozzák, ők is okozzák, de nem, elsősorban nem ők. Hogy miért akartam a Lírt csinálni? A Lír egyik különös sajátsága az, hogy a darab előtti időszakról, a múltról egyetlen sor sincs. Egy Csehov darabból megszoktuk, egy Ibsen darabban is, hogy ami a múltban történt, azok milyen erősen befolyásolják a jelen alakulását. És természetesen még egy Shakespeare királydrámában is döbbenetes fontos, hogy az előzményeket ismerjük, hogy jutott valaki hatalomra, az elődje hogyan szerezte meg, milyen büntények, ármányok árán, ő abból mit kell, hogy tovább vigyen, tud-e ellene dolgozni, vagy ez megszabja az ő egész sose, és így tovább. Tehát általában egy darabban dramaturgiailag erős szerepe szokott lenni az előtörténetnek, vagy úgy tetszik a múltnak. A Lírből nem lehet megtudni semmit. Az egész mégis egy zuhanó repülés. Innentől az első pillanattól kezdve egy zuhanó repülés. És ez nem idegen attól, amiben élünk. Igen. Tehát tulajdonképpen ez volt az a kiváltó ok, amiért úgy gondoltad, hogy
a LIRT meg kellene csinálni a katonában. És még csak egy kérdést akarok ezzel, nem feltétlenül a LIRT-rel kapcsolatban, inkább amire az előbb kezdtem célozni, hogy mit szólsz azokhoz a színészi megnyilvánulásokhoz, amelyek a kiszolgáltatottságra vonatkoznak. Tehát, hogy ebben mennyire látsz realitást, igazságot, ami egyre inkább tulajdonképpen hetenként előjön valami, amiben valaki ezt fölpanaszolja. Ha le tudjuk győzni azt a vágyunkat, hogy a rendezők és a színházvezetők kiszolgáltatottságáról beszéljünk, ha mi nem könnyű, igen, akkor azt kell mondani, hogy igen, a színész kiszolgáltatottsága ez egy alapvető kérdés. Hogy mi mindennek van kiszolgáltatva. Azt hiszem, össze se tudom számolni, hogy minek van kiszolgáltatva. Azt például, bár éppen a sorozat azt mutatja, hogy mennyire sikerült egy szakmailag nagyon jó felvértezett, nagyon életképes gárdát, akik talpon vannak a magyar színház életben, még hozzá súllyal összehoznod ezzel az osztállyal. De mégis valószínűleg sokszor élted meg azt, hogy nem tudod tanárként kiszámítani, hogy kinek mi lesz a sorsa. Az, hogy te látsz benne mindenféle képességeket, esetleg igen jelentős tehetséget, az nem azt jelenti, hogy azt meg tudnád jósolni, hogy mi gázolhatja el. Elgázolhatja a magánélet, az néha nagyon egyszerű, hagyjuk most a betegségeket. Elgázolhatja az, hogy érdemtelenül rossz helyre kerül. Egy színész döbbenetesen kiszolgáltatott akkor, hogyha például gazdasági okokból nem is nagyon tudna máshova szerződni. Nem csak azért, mert minden színház tele van, nem könnyű átmenni egyikből a másikba, hanem azért sem, mert szüksége van arra, nem túlságosan jelentős pénzre, amit keres, mert gyerekek vannak, mert családja van, és semmivel nem ért egyet, ami a színházban történik. Egy súlyos tökfejnek tartja azt, aki vezeti a színházat, tévesnek tartja a darabokat, amiket műsorra tűznek, a saját szerepétől egyenest undorodik, és mi van? Meg kell csinálnia. Ha életbe akar maradni, ha ki akarja fizetni a lakbérét, ha nem állhat elő minden nap azzal, hogy itt minden rosszul megy, itt te mindenről tévesen gondolkodnak. Hát egyet tehet, hogy ha sikerül elkerülni az állandó dühöngést, hogy megpróbáljon csak a szereppel foglalkozni, abba belebújni, és abban élvezeteket találni, hogy ő mégis mit hoz ki belőle. Igen, csak hogyha az elé néz, hogy de a következő év is ugyanilyen lesz. Ez a színház, ez pont ilyen lesz. Ugyanaz az ember fogja vezetni, ugyanazok lesznek a rendezők. Általában azt szokták gondolni, hogy a színész kiszolgáltatottsága az abból áll, hogy a rendező azt mondja, hogy most itt menj át, igen, jobb oldalra, és ezt nagyon hangosan mond. És ő meg azt gondolja, hogy ez iszonyatos hülyeség, egyáltalán nem kéne elmenni sehova, ezt helybe kéne mondani, kicsit folytottan. Na most akkor ki nyer, vagy mi lesz? Az igazság az, hogy a jobb helyeken ez nem szokott probléma lenni. A jobb helyek alatt azt értem, ahol alapvetően bíznak egymásban. Tehát én nem vagyok nagy barátja a minden pillanatban való körbenyalásnak, de alapvetően kell tudni, és akkor akár nagyon veszekedni is lehet, hogy a rendező nagyon tiszteli azt a színészt, a színész meg tudja, hogy ez nagyon érvényes előadásokat tudott már megcsinálni. Akkor ezen belül mindenféléről lehet beszélgetni, barátilag,
néha ingerülten, és aztán majd jó esetben valahova fognak jutni, mert az egyik elgondolásról kiderül, hogy az működőképesebb, vagy tud tartalmazni valami színházi jelet. Egy szóval nem itt van. Nem itt van a színész kiszolgáltatottsága. A jelenkori kiszolgáltatottság, és az az, amiről mi nagyon sokat tudunk, az most a pénz hatalma. Te nem akarsz erről te beszélni? Hát most az van, Gábor, hogy elég régóta itt ülünk és beszélgetünk, és hogyha ha esetleg akkora lesz a sikere a mi kettőnk beszélgetésének, akkor a második részben, ami évek múlva lehet, hogy sorra kerül, akkor beszélünk a pénz hatalmáról, és a rendező és az igazgató kiszolgáltatottságáról. Most köszönjük a figyelmet, és azt, hogy itt voltak, és meghallgattak minket, és köszönöm neked is, Gábor, hogy eljöttél. Én is köszönöm. Én a Darth Vader, az a műsor. Te pedig Yoda. Naponta együtt voltunk, és engem át tudtál venni, de még itt a színházban se tudtam, hogy te drogfüggő vagy. Ott volt a nagy vezércikk, hogy Szabó Józa kitört a drogpoklából, majd a minden héten megjelenik, vagy lapilapon, egy héten keresztül megjelenik a lapilapon, ott a sarkában, hogy tépj és nyerj. Tegnap óta bármikor ránézek a kezemben, még nehezen szokom ezt a gyűrűt az ujjamon, mert tegnap volt az esküvőm, és ki pucolja ki hamarabb a maga oldalát? Joda! Lézerkard? Jó, akkor tegye fel a kezét, akinek működik a szer. Amíg azt megtaláljuk, addig én bepugyozok.